Fidesz helyettes államtitkárá léptette elő a Mi Hazánk mozgalom által leleplezett és feljelentett újbudai önkormányzati cégvezetőt, aki fizetésének ötszörösét utalta ki magának különböző trükkökkel. A nyomozás elrendelésére azonban december óta várok. Viszont elrendelte az ügyészség a nyomozást egy novemberi feljelentésem nyomán, ugyanúgy az újbudai önkormányzatban egy másik korrupciós ügyben, mely viszont a DK vezette szivárvány koalíciót érinti. Bár a feljelentésemet a rendőrség első fokon elutasította, végül az ügyészség törvénytelennek minősítette a nyomozás megtagadását a hűtlen kezelés büntette ügyében, így talán végre következménye is lehet a politikus bűnözésnek. Bár nem volna példátlan, hiszen a Mi Hazánk zászlóbontása után Dúró Dóra feljelentése alapján ítéltek el jogerősen egy fideszes önkormányzati képviselőt, akit joggal nevezhetünk fehér galléros cigánybűnözőnek is. Ami a most indult nyomozás okát illeti, a DK fővárosának minősülő Újbuda önkormányzatában képesek voltak még a veszélyhelyzetben kapott többletjogokat is visszaélésekre felhasználni, ugyanis az MSZP helyi elnökségi tagja által vezetett Ázsia boltból vásárolták meg mintegy 14 millió forintért túlárazottan a Silány termékeket az önkormányzat meglehetősen drágán árult élelmiszer csomagjába. A megrendelés visszaigazolása szerint a 15 millió forintos közbeszerzési értékhatárt is meghaladta a nagy bevásárlás, de aztán néhány tételt visszamondva letornázták 14 millió forint alá a beszerzést, de itt sem kértek be árajánlatokat, az MSZP-s vállalkozás horror árakat számlázhatott. Ráadásul a 16 termékből csak 2 magyar, még a kenyér és a tej is külföldi. Nem csoda, hogy az önkormányzat nyakán maradt a rengeteg egészségtelen, selejtes áru tonna számra, a 3000 csomagból pusztán 43 darabot tudtak eladni. A veszélyhelyzeti korrupcióra a DK alpolgármesterének, Bakai Nagy Zitának a nyomására került sor. Ő utasította az önkormányzat üzemeltető cégének vezetőjét, hogy versenyeztetés helyett kifejezetten az MSZP helyi elnökségi tagja és 2019-es képviselő jelöltje Baráz András által vezetett, nem is újbudai, Ázsia boltból vásárolják a túlárazott termékeket. Kérdésem nyomán ezt az önkormányzati cégvezető jegyzőkönyvbe foglalva árulta el. Tehát Gyurcsányék képesek a veszélyhelyzetben is megragadni a korrupciós lehetőséget az ország 5. legnagyobb önkormányzatában, mely a DK fővárosának, illetve úgy tűnik, hogy inkább aranytojás tojó tyúkjának is tekinthető. A lakosonként 5300 forintért árult Silány minőségű egység csomagot egy felháborodott állampolgár hozta nekem, mint a Mi Hazánk mozgalom képviselőjének. Azonban, ha nem volna elég a közel 14 millió forintos termékvásárlás, 381 ezer forintot szállítási díjként is kifizettek, illetve 9000 reklámzacskóért 405 ezer forintot sem szégyeltek kiszámlázni. Normális esetben ilyen nagy tételekre mennyiségi kedvezményt is adnak, de még anélkül is bármely áruházban olcsóban lehet megvenni ezeket a termékeket, ahogy azt a feljelentésemhez részletesen csatoltam is. A 6000 liter túlárazottan megvásárolt tejből 161 dobozt selejtezni kellett. A kárt nem térítette meg a bolt, illetve a szállító. A tejhez hasonlóan külföldi termék az a kenyér, amelyből szintén 6000-et vásároltak 480 forintos horroráron, körülbelül 200 forintért kapható ilyen a boltokban. 1 kg-osnak számlázták, valójában pusztán 750 gram. Imár 8 hónapja lejárt a szavatossága, de lehet látni, hogy szinte ugyanolyan puha, képzelhetjük, hogy miből készült ez a kenyér. Hát aztán kenhető rá úgynevezett különleges marha vagdalt Csehországból, hústartalma 35%-ot sem éri el.
A rizst tonnaszámra kilogrammonként 565 forintért, tehát a piaci árhoz képest körülbelül 200 forintos felára számlázta az önkormányzatnak az MSZP-s cég. A cukrot kilogrammonként 300 forintért, ilyen drágán sehol sem kapható. Vettek még 9000 vietnámi levesport és hasonlóan egészségtelen élelmiszereket is, hogy aztán a bajba jutott embereknek 5300 forintért árulják. Persze a kutyának se kellettek az Ázsia boltjuk által forgalmazott termékek. Az önkormányzat nyakán maradt a 3000 csomagból 2957, illetve végül Újbuda jótékonysági alapítványával vásároltatták föl az MSZP-s bolt eladhatatlan termékeit. Ugyanis az eladásra tervezett egységcsomagok kudarca után nyáron elkezdték ingyen osztogatni, illetve mivel így sem tudtak megszabadulni a lejáró szavatosságú termékektől, ősszel átadták az önkormányzat jótékonysági közalapítványnak, mely a kétharmadát 9 millió forintot kifizette. Így azonban a rászorulók a szokásos anyagi támogatás helyett az MSZP és Ázsia bolt szemetét kapják. A költségeket pedig áttételesen ugyanúgy az önkormányzat állja, illetve sok millió forintnyi pénzadomány érkezett az újbudaiaktól is a közalapítmányhoz, magam is befizettem egy havi tiszteletdíjamat, melyek így jó részt az MSZP-s vállalkozásnak játszottak át. Az önkormányzati közalapítvány kuratóriumában a Fidesznek több helyet is biztosított a DK-s vezetés, az ő hangjukat nem hallottuk, míg a Mi Hazánknak egyet sem, megakadályozva az iratbetekintésünket, többszöri képviselői tiltakozásom ellenére is. Ráadásul a Fidesz képviselői nem fizettek be semmilyen szolidaritási támogatást az önkormányzati közalapítványnak persze. Így működik tehát a veszélyhelyzeti korrupció a DK fellegvárában, ami miatt a Mi Hazánk mozgalom feljelentést tett, és bár a rendőrség ezt először megtagadta, végül az ügyészség beavatkozása nyomán mégis nyomozás indulhat.